Nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és itt van velünk a stúdióban Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője, és Kosztur András, a Moszkvatér állandó szerzője, a 21. századi intézet kutatója. Sziasztok! Jó napot kívánok! Ez pedig a Moszkvatér legfrissebb adása. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy miért valóban miért különleges katonai hadművelet az, ami zajlik Oroszország és Ukrajna között. Nyilvánvalóan ennek van egy jogi meghatározása, de ezen túl pedig a gyakorlatban is számos különleges, sok esetben furcsa dolgot láthatunk a háború szempontjából, amire akkor most már egyáltalán felteszem a kérdést, hogy ez milyen háború, háború vagy különleges katonai hadművelet? Kezdjük az, hogy mi nem. Tehát, hogy ez nem totális háború, tehát az egyértelmű, bármilyen szörnyű képeket kapunk néha a frontokról, ez nem totális háború. Ugyanakkor ez egy hibrid háború, az is érdekes, hogy kik között folyik a háború. Tehát ezt természetesen tudjuk, hogy a hadműveletek Ukrajnában folynak, Oroszország és Ukrajna között, ugyanakkor ezt a széles kontextusba helyezve, ez egy orosz-amerikai hibrid proxy háború, Oroszország és a Nyugat között folyó háború, a világrend átalakítása körül folyik, átalakításáért folyik. Az egyik oldal Oroszországot akarja meggyengíteni, a másik oldal újra pozícionálná magát, és az új rendben jó pozíciókat szeretne elfoglalni, jó helyzetben maradni, illetőleg lenni. És az is fontos mindeneket leszögezni, hogy Oroszország véleményem szerint nem is akart ilyen háborúba belebonyolódni. Tehát az számára egyértelműen a nagy háború az az orosz-amerikai előbb említett, és a világrend a tétje. És annak egyik frontja az ukrajnai háború. Ennek a végkimenetele természetesen alapvetően befolyásolja a úgynevezett nagy háborúnak a végkimenetelét, tehát Oroszország jövőbeli helyzetét. Ez most már így alakult. Ez a háború eredetileg nem területszerzéssel indult véleményem szerint, befolyásszerzés, vagy befolyás visszaállítása volt a tétje és a célja. Biztonságpolitikai, geopolitikai célok voltak. És most már ezeket a célokat területszerzés nélkül Oroszország nem érheti el. Tehát, hogyha ezeket így most, amit elmondtunk, hogy mi nem és mi igen, és milyen kontextusunkba helyezzük, akkor azt eleve látjuk, hogy ez egy furcsa, különleges háború. Tehát furcsa olyan szempontból is, hogy miközben dúl a háború, akkor az olajvezeték, gázvezeték működik, a tárgyalások folytak, aztán most már működik a búza exportról. Tehát vannak olyan részei... Ez más háborúban nincs így? Hát tudomásom szerint azért ritka az, hogy egy háborúban ilyen legyen. Tehát miközben ropognak a fegyverek, közben azért úgy elbizniszelgetnek egymással. A fegyverrel meg ilyesmit, hogy az olyan van, de ugye most itt nem erre gondolunk. Igen. Tehát, és még egy dolog, tehát azt mondták nagyon sokan, és mondom őszintén, az elején én is mosolyogtam egy picit azon, hogy a különleges katonai művelet, hogy aztán egyre inkább rájöttem arra, hogy ez alapvetően nem, kis részben kommunikációs fogás, tehát hogy ne háborúról beszéljünk, hanem különleges katonai műveletről. Ennek van egy jogi vonzata is, hogy nem a háborús szabályok vonatkoznak orosz olvasatban, orosz részről erre, sem az orosz belpolitikában, sem a nemzetközi jogban, de például a nemzetközi jogban Oroszország ezt úgy igyekszik betartani. Például mondok egy példát, ha az eredeti célokat nézzük, akkor már az Azovsztálban elfogott azovosoknak már lassan már nem is kéne élniük, és mégis kicserélték őket a háborús jogrend szerint.
Tehát ugyanakkor visszatérve arra, hogy ez miért különleges katonai művelet, hogy ezt Oroszország valóban így is gondolta. Ez nem terelés, meg persze részben, tehát jobban hangzik, mint a háború, meg nagyobb mozgástered ad belpolitikai alkotmányjogi szempontból is, de sokkal inkább fontos véleményem szerint az, hogy visszatérek arra, hogy mit tekint Oroszország a nagy háborúnak, és ebben az ukrán katonai, az ukrajnai front az egy mellékhadszintér, megjegyzem, mellette még ugyanilyen hadszintér a gazdasági háború, az információs kommunikációs háború, ami szintén alárendelten, tehát az első a gazdasági, mindenképpen a világrend körül zajlik, meg természetesen ennek megnyeréséért, ami most itt zajlik Ukrajnában. Tehát ebben a háborúban, a nagy háborúban Oroszországnak ez a fontos, és ez pontosan azért, mert nem is ezt akarta, hogy ilyen kiterjedt, hosszú háborúba bonyolódjon bele, hanem valóban különleges katonai művelet volt a célja, azt úgy akarta elérni a befolyás visszaerősítését, és Ukrajnának, mint ellen-Oroszországnak, mint ennek a státusznak a megszüntetését. Igen. Ténylegesen Oroszország valószínűleg tényleg úgy nem azzal a cél vágott neki ennek a háborúnak, hogy nagyszabású háborút vívjon, és jelenleg sem teljesen úgy vesz részt benne, tehát ritka valószínűleg, hogy a támadó fél az, aki úgy vesz részt végül egy háborúban, mint akinek a fogát húzzák, tehát hogy nem igazán mondjuk úgy, hogy elszánt és lelkes, és mindenre kész képet fest magáról jelenleg Oroszország, hanem gyakorlatilag folyamatosan a tárgyalások fontosságát emlegetik, alapvetően kompromisszumkészebbnek tűnnek, de hát szintén gyakorlatilag az első napoktól ez így van, tehát hogy ilyen szempontból is furcsa Oroszország. Tehát ez a háborúja. Kénytelenek voltunk megtámadni Ukrajnát, mert már a NATO annyira terjeszkedett, meg a nácik, meg a minden, és mi nem is akartuk igazából, de kénytelenek vagyunk. De mi nagyon szívesen leállnánk, ha végre valaki szóba állna velünk. Ilyen. Tehát, hogy kommunikációs és egyébként viselkedés szempontból is van egy tehát ilyen nem csak kommunikációs, átcsengés ennek az egésznek. Tehát tényleg, tehát, hogy ilyen szempontból is furcsa. Másik az, hogy ugye háború vagy nem háború egy dolog, ugye azt mindig két oldalról kell nézni, a szemben álló felek részéről, azért Ukrajna szempontjából ez nyilván nagyon is persze háború, és ott ugye gyakorlatilag háború első napjától kezdve általános mozgósítás is van, és most már megjelentek azért a hadigazdaságra való átállás első jelei, tehát hogy ugye egy jó ideig próbálták fenntartani azt, hogy gyakorlatilag a gazdaságban nem nyúltak bele érdemben, most azért már több magánvállalat fölött nagy vállalatokról van szó, természetesen átvették a közvetlen irányítást. Tehát nyilván ennek persze minden esetben van adott, tehát politikai vonzata, stb., de hogy látható maga a tendencia, hogy ezeket a problémákat közvetlenül az állam próbálja már kezelni, ahogy a gazdaságnak a kárai egyre súlyosbodnak, és ugye nyilván ez csak fokozódni fog. Nyilván ilyen szempontból Ukrajna közeledik a totális háború felé, bár mondom, tehát mivel például nincs konkrét hadigazdálkodás, ezért egyes helyeken gyakorlatilag már a körülményekhez képest ugye az élet normális mederben zajlik, tehát ilyen szempontból is felemás a helyzet, de nyilván Ukrajna azért közelebb áll a totális háborúhoz, mint Oroszország, amit egyébként Oroszország úgy tűnik, hogy szeretne is elkerülni, és akkor ugye itt látható, hogy azért Oroszországon belül is vannak olyan csoportok, körök, akik úgy gondolják, hogy már pedig itt totális háborúra lenne szükség, mert abban az esetben, hogyha Oroszország ezt a háborút nem nyeri meg, akkor a veszteségei sokkal nagyobbak lesznek, gyakorlatilag az ország pusztulásával, a birodalom összeomlásával is járhat egy elszenvedett vereség, vagy egy akár nem teljes győzelem.
Tehát ugye sokan akik azt mondják, hogy jó, hogy a Kreml kész a kompromisszumra, de egy kompromisszum az valójában Oroszország számára felérhet egy vereséggel, hiszen nyilvánvaló, hogy a nyugat ez csak időhúzásra, csőbehúzásra használná fel, és majd végül ugyanúgy megpróbálna leszámolni Oroszországgal, mint ahogy az ő olvasatukban ez történt például a Minszki egyezményekkel is, ami ugye 8 éven keresztül húzódott, halasztódott, nem lépett életbe, a végén pedig háborúba torkolott. Más kérdés, hogy ezt a háborút végül Oroszország indította meg, és ugye más, megint más kérdés, hogy reálpolitikai szempontból ez mennyire volt indokolt, vagy sem, és ugye erről már korábban beszéltünk is, ugye ezen nem is állnék meg most. Viszont az ukránok is azzal érvelnek, hogy azért nem megoldás a tűzszünet, mert egy tűzszünet esetén Oroszország erőt gyűjt, és a vége úgy is az lesz, hogy elfoglalja Ukrajnát. Szóval ez a fajta érvelés, mintha mind a két oldalról megjelenne, és ez a bizalmatlanság amúgy szerintem egyik oldalról sem alaptalan. A bizalmatlanság egyértelmű, tehát hogy az nem alaptalan. Egyébként pedig azért ne felejtsük el, hogy itt nem Ukrajna lerohanásáról, egész területének megszerzéséről volt szó. Hogyha ez lett volna az eredeti cél, akkor egy klasszikus háborúban joggal vetik föl azok, akik így ebben gondolkodtak, hogy azonnal a kritikus infrastruktúra lerombolásával kezdődik. Tehát ezt nagyjából az első héten kellett volna megtenni mindazt, ami most zajlik. Kiegészítve azzal, hogy a Dnyeper hídjait, meg mindent, ami ilyen szempontból fontos lehet, azt lőni, rombolni. Nagyon szörnyű dolog, amiket mondok, és hál' Istennek nem ez történt. De hogy miért nem történt, az azért, mert tényleg az orosz olvasatban ez egy mellékhadszintere a nagy háborúnak, és ez egy visszafogott háború. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem területszerzés volt a fő cél, hanem befolyásszerzés, befolyás visszaállítása. Tehát ennek vannak birodalmi vonzatai is, mert Oroszország területénél fogva önmagában egy birodalom, a gondolkodása történelmileg is birodalmi, de nem a Szovjetunió visszaállítása, modernkori visszaállítása a cél. Ha valami, akkor inkább egy a szláv világ fölött, tehát a posztszovjet térség magja fölötti befolyásnak a megerősítése, kiterjesztése, és az úgynevezett orosz világnak a helyreállítása, tehát ez, na itt már lehetnek területi dolgok, de vagy következményei ennek, de ez nem a Szovjetunióról szól, tehát a Szovjetunió visszaállítása. Meg hogy egyáltalán a területekről szól-e ez a kérdés, vagy valójában, és ez most egy ilyen, és előre látom az ukrán barátabb kommentelőket, hogy ki fognak akadni, de hogy ez Oroszország részéről inkább ez a legjobb védekezés a támadás alapon, így próbál meg védekezni, és így próbálja meg megállítani például tényleg a NATO-nak a terjeszkedés, illetve azt a gondolatot, hogy a nyugatnak mindent szabad, mert most már sokan vannak, meg egyre többen csatlakoznak hozzájuk, és Oroszország még ezt a kockázatot is bevállalta, mondom, nem hősként tekintek ebben a kérdésben Oroszországra, csak próbálom megérteni a racionalitást, hogy akkor inkább hoznak ilyen áldozatokat, de cserébe azért megmutatják azt, hogy a NATO sem mehet el bármeddig, és igenis kiállnak az orosz érdekek mellett. Én továbbra is azt mondom, hogy igen, nemzetközi jogi szempontból Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen. Jogi szempontból Oroszország az agresszor. Egyértelmű. Ugyanakkor maga ez az egész lépés sorozat, ami egyébként korábban kezdődött, minimum visszamehetünk decemberig, amikor egy 15 pontos javaslat csomagot terjesztett be az európai biztonság megerősítéséről, benne alapvetően Ukrajna jövőbeni státuszáról, NATO-hoz való viszonyáról, stb. Én azt látom, hogy ez a lépés sorozat orosz szempontból nézve teljesen racionális. Tehát ez teljesen racionális, ez biztonsági szempontokat követ, jelentős mértékben. Az lett volna az irracionális, ha nem lépik meg ezt a lépést? Egy idő után valószínű, tehát sőt, az is racionális lett volna, hogy 2014-ben, 15-ben lépik ezt meg.
Tehát a Majdan után. Tehát a Majdan után, vagy a Krím után. Egyébként a Krím után miért nem mentek tovább? Valószínűleg máshogy folytatódott volna akkor. Véleményem szerint a nyugati világ ezt lenyelte volna akkor, az az egyik dolog. Az, hogy most én arról beszélek, hogy Novorosszia egészének megszerzése, és ebben a Donbassnak a megszerzése Krím után. Tehát a nyugat lenyelte volna, ukrán hadsereg meg szinte nem létezett. Tehát ezt meg tudták volna oldani. Az más kérdés, hogy később ez milyen háború. És a kultúra sem úgy hatott akkor még az ukrán nemzetre, ahogy aztán pont azon évek alatt az orosz ellenesség az részben pont a Krím miatt alakult. Sokkal inkább nemzetté. Látjátok, ami a Krímen történt, az bármikor megtörténhet velünk. Ezért mi tartsunk össze, ezért mi legyünk ukrán. Így van, tehát ez egyértelmű. Tehát én most olyan szempontból vizsgáljuk a kérdést, hogy mi volt orosz szempontból, vagy mennyire volt racionális. És akkor, amikor ezt nézzük, tehát akkor én teljes mértékben egyetértek, vagy majdnem teljes mértékben egyetértek Mearsheimer professzorral. Tehát én is ugyanígy a realista külpolitikai iskola híve vagyok, tehát hogy nézzük meg, mint egy saktáblát, hogy miért történik. Egyik oldalról, másik oldalról. És akkor még egy dolgot hozzáteszek. Azért a Donbassban, a Donbass környékén nagyon erős ukrán csapatösszevonások voltak. Ott felsorakozott legalább szerintem 60 ezer ukrán katona. És az előbb-utóbb, hát mikor ott van egy ilyen csapatösszevonás, az előbb-utóbb meg is indul a hadművelet, tehát Oroszország joggal számíthatott arra, hogy a Donbassban egy ellentámadás történik, akkor egy éven belül, két éven belül maximum a NATO infrastruktúrája, katonai infrastruktúrája, anélkül, hogy Ukrajna NATO tag lett volna, az orosz határoknál volt, tehát ilyen szempontból ez racionális lépés. És az is racionális lépés, hogyha megértjük, hogy Moszkva számára mi a végső cél, nem Ukrajna megszerzése, az egy köztes cél, a befolyás megszerzése, most már annál bonyolultabb, akkor igen, különleges katonai műveletben, magyarán egy korlátozott háborúban gondolkodik, ha már a háború szót kell itt használni, mert mégiscsak lőnek, ugyebár. Ugye, hogyha az orosz háborús hozzáállásnak a fejlődését próbáljuk így kronológiailag megvizsgálni, akkor persze nyilván ezek csak feltételezések lehetnek, mert hogy pontosan mi járt a fejükben, hogy most eredetileg is szerettek volna területet szerezni, egyébként szerintem sem, tehát nyilván a Krímet és a Donbászt azt azért. Igen, az egy más kérdés, de hogy egyébként azon kívül valószínűleg legelső tervek szerint nem, hogy pontosan ez mikor változott meg, vagy tényleg valójában eredetileg is terv volt, tehát hogy ezeket nem tudhatjuk, de hogyha egyszerűen abból, amit látunk, próbálunk a következtetéseket levonni, akkor valószínűleg igen, ez az első cél, vagy terv az lehetett, hogy egy gyors kijevi fordulatot elérni, és gyakorlatilag egész Ukrajnát ilyen szempontból politikailag átállítani. A nyugati sírről egy semleges vagy Oroszország felé lojális. Ez mit jelent, hogy a kormány mondjon le? Egy báb kormányt helyzetbe hozni. Igen, tehát hogy erről ugye ukrán részről is volt szó, tehát ez Danilov, mondjuk a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a titkára, akit mondjuk nem biztos, hogy a legjobb forrás, és mindig komolyan kell venni, amit ő mond, de hogy ő azért alapvetően magas rangú ukrán vezetőnek számít, és ő mondta azt, hogy egyébként nem is egy orosz barát politikus, hanem egy magas rangú katonát szerettek volna az oroszok Ukrajna élére állítani a fordulat után, és erre utalt egyébként Putyin is a beszédében, amiben a hadsereget szólította fel arra, hogy váltsák le a de akkor lehet, hogy a háttérben volt egy katonai pucsról egy tárgyalás az oroszokkal, hogy a katonák átállnak, vagy... teljes mértékben az a kategória, amiről nem tudhatunk semmit. Talán gyanús, hogy tehát azért az oroszok valószínűleg azért mentek ennyire bátran előre, mert valami másra számítottak, mint ami történt. Tehát itt elképzelhető, hogy akár egy csapda, akár egy nagyon ügyes elhárítás, én nem biztos, hogy ukrán elhárítás, könnyen lehet. Így van. Más elhárításnak a
manőveréről van szó, de... Tehát lehet, hogy közben az amerikaiak elmentek a hadsereghez, és megbeszéltek, hogy inkább ne álljatok át, létszi, majd mi megoldjuk. Igen, tehát hogy gyanús azért, hogy volt egy ilyen feltételezés. Ne felejtsük el, hogy mi történt Hersonnál. Tehát Hersonnál ez a forgatókony működött. Hersonnál nagyjából 600 titkosszolgálati személy átállt. Tehát úgy mentek az oroszok, mint kés a vajban. Tehát pillanatok alatt elfoglalták. Aki meg nem állt át, az eltűnt. Az eltűnt, elmenekült, kész. Tehát ami működött Hersonban, az nem működött Kijevben. Hogy miért nem működhetett, az annak vélemény szerint három oka van. András említette, hogy ott voltak az amerikaiak és a britek, tehát ők nem engedték ezt. És egyébként az előző 8 évben elsősorban az amerikaiak segítségével a központi katonai vezetést és a titkosszolgálatokat megtisztították, átalakították. Tehát az orosz befolyás ott hát minimális, vagy még annál is kevesebb lehetett. Bár tartóztattak le háború alatt is magas rangú SBU-s vezetőket. Igen, hazaárulás miatt ki is végezték őket, ha jól emlékszem. Nem. Ugye egy eset volt a tárgyaló delegáció egy tagja, igen, aki furcsa körülmények között halt meg, aztán hős lett belőle. Tehát valaki kivégezte, de hogy ki az? Meg még egy dolog jutott eszembe, hogy az elején a kijevi parlament nem tudott veszélyhelyzetet hirdetni, mert a képviselők nagy része elmenekült. Hát nem volt határozat. Ez az egyik, tehát az a bizonyos A-terv, az nem volt ilyen ördögtől való, tehát nem volt irracionális, és hogy még az, hogy miért ha nem... Volt A-terv. Ha volt A-terv, igen. Hát én feltételezem meg, különben értelmetlen. Gyanús, hogy tényleg dolog volt, igen. Különben nem találok racionalitást. Igen. És még egy, hogy miért egyrészt elmenekültek, de például Arestovics is beszélt arról, hogy a tábornoki kar arról tárgyalt az első órákban, hogy mégiscsak meg kéne adni magunkat. És ők is úgy gondolták az elnöki adminisztrációban, hogy 12 órán belül itt bármi lehet, meghalnak, vagy elmenekülnek, stb. És még egy okot, hogy sokat emlegették, hogy az FSB az mindent benézett, és nem jól térképezte fel Ukrajnát. Én nem gondolom, hogy tiszta idióták ülnek ott, tehát nagyrészt valamit tudtak, meg valamire számítottak. Az, hogy esetleg túlzott volt a magabiztosság, az például magyarázható azzal is, hogy az orosz barát, vagy Oroszországgal szimpatizáló ukrán erők eléggé, vagy ukrán politikusok eléggé vágyvezérelt kommunikációt folytattak Moszkva felé, tehát ők lehet, hogy szűkebb körben is, hogy mondjam, inkább a vágyaikat közvetítették. Minden rendben lesz, gyertek csak, itt minden, oké. Így van, tehát magukra gondoltak, nem az egész ukrán társadalomra. De azt nem gondolnám, hogy az oroszok azt hitték, hogy majd virágesővel fogadják őket Kijevben. Tehát azért ez tévedés, hogy ennyire hülyének ne nézzük őket. De ennek ellenére ugye olyan szempontból magabiztosan vághattak neki ennek a háborúnak, hogy ha az A-terv nem is jön össze, akkor nyilvánvalóan az ő kis kölyöcskékben a B-terv, az ország a grúz háborúnak a forgatókönyve volt, ami szerint, amikor nagy lesz a baj, és elkezdik, tehát elérik Kijevet, akkor ugye, tehát Szakásvili annó ugye szépen begyömöszölt a szájába a nyakkendőjét, idegesen felemelte a telefont, és megbeszélte Putyinnal, hogy akkor vége, és egyébként az se volt egy túlzottan kiemelkedően nagy orosz győzelem, gyakorlatilag a status quo-t állította be, tehát nyilvánvalóan az oroszok arra számítottak, hogy ha nem jön össze a pucs, ha volt pucs terv, abban az esetben az ukránok beleegyeznek abba, hogy status quo körüli állapot fennmarad. Nem csatlakozom a NATO-hoz. Igen. Csinálnak, mintha nem történt volna semmi, és Ukrajna ezek után, mint hogy egyébként Grúzia is megkezdte, egy ilyen finom közeledést kezd, mondván kerüljük el, hogy még egyszer háború törjön ki, és akkor visszáll egy ilyen mérsékeltebb vonal, egy picit kiegyenlítődnek az erőviszonyok, és lemond persze a NATO-tagságról. Tehát ugye az a béketerv, ami március folyamán szóba volt, és ugye különböző hírek jöttek, tehát hogy az alapvetően erre vonatkozott volna, tehát a háborút viszonylag gyorsan lezárják, mind a két fél kihirdeti a győzelmét, Ukrajna megvédte az államiságát, Oroszország elérte úgymond a céljait, tehát például mint a Krimet elismerik, Ukrajna lesz NATO tag, igazából ez már győzelemként még márciusban. A Krimet is libegőbe hagyják, lehet, hogy már az ez abszolút győzelem. Tehát alapvetően eladható az a fő, hogy ugye nem torkolt tényleges vereségbe, nem járt nagy súlyos következmények, hát nyilvánvalóan ez... Na, tehát, és itt háború, tehát hogy rengeteg, nem már ugye az első
napokban valószínűleg életüket vesztették, de olyan értelemben, hogy a két ország azért nem torkolott volna egy ekkora fajta konfliktusba az egész a két ország között, mint amiben végül torkolott. Csak hogy ez sem működött, de ugye azon, hogy ez... És még... hol tolták túl? Hát ugye azt nem tudjuk, hogy ki volt az, aki tulajdonképpen kilépett az isztambuli kialakulóban lévő békemegállapodásokból, itt ugye mind a két fél a másikat vádolja, de nyilvánvalóan ugye Ukrajna azt mondja, hogy ők nem lettek volna hajlandók semmilyen területi engedménybe beleegyezni. Más kérdés, hogy Isztambul kapcsán felmerült az is, hogy nem lett volna ilyen csak a tárgyalások időtlen időkig való elhúzása, tehát gyakorlatilag de legalább egy tűzszünet, de facto beleegyezés a területvesztésbe, de egyébként hivatalosan nem. És ez semmiben nem különbözött volna attól az állapottól, ami a támadás előtt volt? Így van, ne felejtsük el egyébként Isztambul kapcsán az, hogy milyen furcsa, hogy akkor jött Bucsa. Igen. Tehát Bucsa, amire hivatkozva az ukrán fél azóta is azt mondja, hogy oroszokkal nem lehet tárgyalni. Én ezért kérdezem, hogy kitolta túl. Itt hoznám vissza azt, amit az elejétől fogva mondok, hogy ez egy nagy geopolitikai, a világrend körül folyó háború. Ebben például az Egyesült Államoknak nem érdeke az, hogy gyorsan megegyezzen a két fél, nem volt érdeke. Itt a kivéreztetés a nem Ukrajna kivéreztetése, az csak járulékos veszteség amerikai szempontból, hanem Oroszország kivéreztetése a fontos. Tehát ez nem volt érdeke, valamilyen módon meg kellett akadályozni. És csak ugye most volt a G20 csúcs, most meg volt a lengyel rakéta incidens, hogy annak is nem lehet, most nagyon összeesküvés elméletes kérdés lesz, de nem lehet, hogy annak is az volt a célja, csak máshogy sült el, hogy az ukránok megmutassák, hogy lám-lám Oroszország micsoda agressziókat hajt végre, és immáron az ukrán határon túl is. Hát vannak ilyen teóriák, ezt megint csak... Vagy ez egy baleset nem tudjuk, volt. De az is lehet egyébként, hogy na az is csak teória, mert nem tudjuk bizonyítani, hogy ez nem egy baleset volt, nem egy eltévedt rakéta volt. De van, aki azt mondja, hogy egyébként tényleg nem arra felé lőtték ki, amire kellett volna, eleve nem úgy indult, de ez is lehet hiba. Lehet. Sok minden. Tehát ugye oroszok tehát gyakran jönnek arról, hogy ukrán részről ez már lejárt szavatosság, úgymond lőszereket használnak, tehát olyat, amit már nem biztos, hogy szabad lenne, és ugye ezekből fakadnak balesetek. Véleményem szerint baleset volt, de vannak, akik azt mondják, hogy ez szándékos ukrán provokáció volt. Egyébként pedig, ami sokkal inkább már a kommunikációból derült ki, az, hogy az Egyesült Államok nem szeretné azt, hogy bele bonyolódjon ebben a háborúba, hogy a NATO bele csúszson ebbe a háborúba. Tényleg ismétlem, Oroszországot kell kifektetni, nem az amerikai katonákat, vagy a NATO katonákat kell bevonni, ezt oldják meg az ukránok a mi külső segítségünkkel. Ez az egyik dolog. A másik dolog az is kiderült, hogy a kommunikációból egyértelműen, hogy hát, hogy mondjam, Ukrajna részéről erős igény lenne, hogy belevonják a NATO-t ebbe a háborúba, ez nem először. Sőt, lengyel és balti részről is erős igény lenne időnként, hogy bevonják a NATO-t a háborúba, és a NATO rendezze le az orosz kérdést. Ugyanakkor ebben az esetben a lengyelek rendkívül fegyelmezetten felsorakoztak az amerikai álláspont mellé, és itt szó nem volt. Sokszor a világ sajtó részéről is nagy igény lenne arra, hogy mindenki kapcsolódjon be ebbe a háborúba, pusztán humanitárius szempontok miatt. Ez viszont felelőtlenség. Tehát a sajtónak azért a felelőssége jóval nagyobb annál, hogy akármilyen megfontolásból azt sugallja, hogy itt közvetlenül be kell avatkozni ebbe a háborúba. Ez véleményem szerint nem humanitárius megközelítés. Miért humanitárius megközelítés az, hogyha egy kiterjedt háború az eredménye annak, amit én sugallok? Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy ha különleges a katonai hadművelet, akkor lehet-e ennek különleges lezárása? Itt nagyon érdekes kérdés az, hogy közeledik-e az a határ, vagy eljött-e az a határvonal, amikor már a háborút háborúnak kell nevezni, és nem különleges a katonai művelet. Véleményem szerint Oroszország kitart az említett okok miatt, amellett, hogy ez különleges katonai műveletként kezelje egész végig, hogy különleges lehet-e a vége. Attól függ, mit nevezünk. Megint, ha tudni kéne azt, hogy mik a célok, ahhoz képest különleges. Véleményem szerint
Elképzelhető az, hogy nem a katonai racionalitásnak, vagy a fönntarthatóságnak megfelelő vége lesz ennek a különleges katonai műveletnek, ami egyébként háború. Tehát például az, hogy mondok egy példát, csak egyet a sok közül, ha már Oroszország belebonyolódott egy ilyen háborúba, több tízezres nagyságrendű halottja van, és plusz még sebesültek, akkor katonai logika szerint az lenne a logikus, hogy Novorossziát ellenőrzés alá vonja, tehát területszerzéssel így megtörje a másik oldalt. Tehát viszont el tudom képzelni, hogy ez legalábbis a háború első vagy ilyen nagy szakaszának lezárásakor nem következik be, és a Donbasz megszerzését győzelemként, vagy részgyőzelemként kommunikálja Oroszország. Igen, mert ugye Isztambul után, tehát most van a béke megállapodás tárgyalások felbomlása után, gyakorlatilag az orosz, nem is tudom, tervnek nevezzük, vagy legalábbis magatartás minta az érdemben nem változott, ugye onnantól kezdve fenntartották ugye magát azt, hogy továbbra is különleges hadműveletről van szó, tehát igyekeztek egy korlátozott kontingens bevetésével elérni a célokat, és nagyjából az lehetett a terv, amennyire kiolvasható, hogy a Donbászt erővel beveszik, ugye az legalább már egy kipipálható győzelem, és onnantól kezdve várják ugye gyakorlatilag Ukrajnának a lassú elsorvadását, a nyugati támogatások elapadását, tehát egy egyszerű kifárasztásról van szó, illetőleg abban, hogy mondjuk a eközben szerzett ukrán veszteségek egyszerűen megfordítják valamilyen szempontból a háború menetét, Ukrajna nem lesz képes utána támadásokat indítani. Ugye ebbe zavartak bele az ukránok ősszel, azzal, hogy tehát egyrészt ugye minél, tehát bevonták gyakorlatilag az orosz hátországot is egyre mélyebben, tehát beleértve a Krimet, vagy a, ami ugye orosz szempontból már hátországnak számít ebben a hadműveletben, és ugye vagy például Belgorod, Kurszk környékét ebbe a műveletbe, aztán jött a krími hídi incidens, terrorcselekmények, ugye a Darya Dugina gyilkosság, és hát ugye meg utána jöttek ezek a különböző ellentámadás sorozatok, amik ugye nyilvánvalóvá tették, hogy Oroszországnak kevés katonája van bent, ennyivel nem tudják megoldani, és ugye kénytelenek voltak így részleges mozgósítást elrendelni, ami igazán meg ugye annektálni ezeket a területeket, az már nem biztos, hogy kénytelenek voltak, de nyilván ezt a féle kompenzációként hirdették ki. Más kérdés, hogy ugye ennek a jelentőség igazából az, hogy innentől kezdve Oroszország sem nagyon tud már túlzottan kilépni ebből a háborúból, úgy, mint ahogy azelőtt még megtehette volna, mondván, hogy hát mi sosem mondtuk, hogy el akarjuk foglalni ezeket a területeket, úgyhogy miért lepődik meg rajta bárki, hogy most feladjuk. Innentől kezdve ugye már furcsa, és ez sokat rontott például a herszoni kivonulásnak a megítélésén is, mert hogyha az ukrán város, akkor ugye szabadon elcserélhető, de hogyha orosz város, akkor a saját területeknek a feladása, és most ugye a saját területeknek a lövetése az, amiről szó van. Más kérdés, hogy az orosz társadalom ezt annyira nem éreztem még azért így egy hónap alatt a sajátjának. Tehát a Krím lenne igazából érzékeny pont, meg a Donbász elvesztése az azért lenne érzékeny pont, mert a legendáriummal, a nyugati legendáriummal ellentétben ott azért nem A-tól Z-ig csak orosz hivatásos katonák vannak, hanem rengeteg önkéntes, rengeteg helyi gyakorlatilag felkelő, tehát hogy akik 2014 óta tartják ott a frontot, és valószínűleg nagyon-nagyon nem örülnének annak, hogyha Sojgutól vagy Szurovikintől egy olyan parancs jönne, hogy fel kell adni mondjuk Donyecket vagy Luhanszkot, az nagyon-nagyon súlyos problémákat jelentene már Oroszország belpolitikai stabilitása szempontjából is, tehát hogy én ezt még egyébként sok szempontból súlyosabbnak érzem, mint akár a Krimet, ahonnan ki lehet vonulni úgy, vagy legalábbis részben hátrálni lehet még rajta úgy, hogy meg lehessen magyarázni az, hogy majd visszajövünk. Ott konkrét gyakorlati problémák azok a Donbásznál lennének. Ilyen szempontból, hogy mi lehet ennek a háborúnak a vége, azt nehéz megjósolni, mert Ukrajna is részben a helyzetnek a fogja, és Oroszország is a helyzetnek a fogja azért, mert van egy területsáv, hogy mind a kettő a saját részének
tekint, és ugye itt pedig végleges béke, azt láthatjuk, hogy a mai világban már nagyon nehezen születik, hát nézzük meg, hogy milyen lassan alakul például akár a karabahi béke folyamat, ami 30 éve húzódik, és többször is háborúba torkollott már azóta, miközben egyébként hegyi karabaknak a függetlenségét még Örményország sem ismerte el ilyen szempontból, tehát ez azért egy, tehát hogy láthatjuk, hogy ezek nagyon-nagyon nehezen feloldható kérdések. Azt, hogy mikor jön el a vége, legalábbis ennek a szakasznak a vége, mert azért itt egyetértünk abban, hogy ez egy hosszú-hosszú háború lehet, meg befagyott konfliktus, meg sok minden. Tehát, hogy mikor jön el ennek a szakasznak a vége, azt alapvetően meghatározza az a győzelmi kényszer, minden oldalról a győzelmi kényszer, amiről beszéltünk. És az, hogy egyelőre hisznek is minden oldalon a győzelemben, beleértve a nyugati oldalt, még nyomja a fegyvereket egyértelműen. Az, hogy mennyire lesz racionális, mert racionálisnak kell, hogy legyen, tehát az, hogy mit adnak el egyik vagy másik oldalon győzelemként. Most én az orosz oldalt mondom, mert továbbra is úgy látom, hogy a nagy képet tekintve Oroszországnak van több, még mindig jóval több esélye arra, hogy ezt a saját érdekei szerint alakítsa a helyzetet. De az, hogy mikor hirdet győzelmet, az jelentős mértékben függ például attól, és itt megint csak visszatérek az eredeti gondolatomhoz, hogy ezt a győzelmet mennyire tudja eladni a nemzetközi, a globális szintére. Tehát mennyire fogadják el, hogy Oroszország nem gyengült. Ez nagyon fontos, hogy nem gyengült. Mert hogyha gyengül Oroszország, akkor az úgynevezett globális délen belül gyengülnek a pozíciói. Tehát ez egyértelmű. Tehát ez ettől is függ, és ha már itt tartunk, akkor függ attól, és ez már az amerikai szempontból is, hogy alakul például a csendes óceáni térségben a helyzet. Tehát összetett dolog ez, és eljutunk megint csak odáig, hogy az ukrajnai háború, bármilyen szörnyű itt a szomszédunkban, egy nagy-nagy globális játszmának a része. Ez volt a Moszkva tér mai adása a háború 9. hónapjában. Stier Gábornak és Kosztor Andrásnak köszönjük, hogy itt voltak velünk, a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra mindenkinek. Mi is köszönjük a figyelmet. Köszönjük.